ravasz leszek, és lehet, hogy nehézkedés, legyetek kíméletlenül őszinték, nyilván nem tudom ellenőrizni a válaszatokat. Mennyire zavar, hogyha egy játékban veszítesz? Csapatépítő programmal vette kezdetét a Mátyás Corvinus Kollégium középiskolás programja Szekszárdon. A fél év első klub délutánjára Győri Zoltán társas játéktervezőt hívták meg, hogy összekovácsolja a fiatalokat. Játékmesterként vagyok jelen, és az a célom, hogy olyan játékokat hozzak a fiataloknak, ami segít őket közelebb kerülni egymáshoz. Ezek nagyon laza, kötetlen társas játékok, melyek vagy nem rendelkeznek győzelmi kondícióban, nem nyer senki, hanem az öröm kedvéért játszunk egymással, vagy kifejezetten segítő békés jellegű, békés természetű, egymást közelítő játékok. Bemutatnám veled a következő gyakorlatot, hogyha nincs jelenedre. Autó vagy repülő? Autó. Ennyi egyszerű gyakorlat. A társas játék szó hallatán többen a hagyományos, klasszikus darabokra gondolnak. Ezzel szemben a modernebb típusok már sokkal könnyedebbek, rövidebbek és egyszerűbbek. Nagyon sok kompetenciát fejlesztett, tehát hogy részletesen tudunk menni az adott játék, az most személyes, szociális vagy kognitív fejlesztő területtel rendelkezik, de a legnagyobb ajándéka, ami versenyképessé teszi a digitális játékok mellett, ez az analóg csatlakozás. Az élményem az, hogy a játékos társammal játszom, és a játék egy puszta eszköz, hogy közelebb kerüljek a másikhoz, vagy esetleg saját magamhoz. A társas játék mindenkié, mondja a szakértő, hiszen kortól függetlenül szórakozást nyújthat egy 14 évesnek és a nagyszülőknek egyaránt. A cél minden esetben ugyanaz, hogy a résztvevők közben jól érezzék magukat és megismerjék egymást.